Szeszkele nem Gába Lázs, itt Lenovo-nál vagyunk, ahol egy A+ telefon találtunk, méghozzá 4,5 incses képernyőmérettel, ezáltal eléggé kicsi kis készlék, egy WVGA felbontással, 854x480 pixeles felbontással, nem annyira izgalmas, vagyis igazából az a fő probléma, hogy készülnek, hogyha oldalról ránézik, akkor nem nagyon látom belőle semmit, előről most elég szépen eltudom, hogy gyorsan fut egy 4 magos 1,3 GHz-es processzoron, MediaTek-től 1,3 GHz, mindegyik magban is játszani, és akár lehet rajta a legújabb Androiddal, Android 6.0-val látjuk ezt itt, és különben még 2 SIM-kártyát is lehet belerakni, hogyha sok adatot használtok, vagy különböző országban vagytok, azt talán érdekes kis funkció, de amúgy microSD kártyavasolja is van, hogyha leveszik a hátlapot, egy 5 megapixeles kamerája hátul, kis lámpával, kis backup gombtelszer és hangerőszabályzó, micro USB feltölteni és feladatot csatlakozó, és akkor majd elő még egy 5 megapixel kamerát látok, amit persze ugye meg is fordítok, de be is mutatok. Így látjátok is, hogy milyen jó a minőség, amúgy nagyon jó a minőség ennek a 2 megapixel kamerának elő, de mindjárt meg is fordítjuk, hogy látjuk, hogy hátul még az 5 megapixel is elég jó, oké, csak én oldalról szintén nem látok belőle semmit, ami teszek ká, de egy 30 ezer vagy még olcsóbb forintos telefonnál. Természetesen persze nem lesz a képernyő a legjobb, valahogy spórolniuk is kell. Ennyi is volt a rövid bemutató, itt az új Lenovo A+ készléknek, amit két színben is persze lehet kapni, feketében és fehérben, 1 gigarammal és 2000 milliamperes aksival. Köszönjük, hogy néztetek a Nemet Gábor Lázs, és ne felejtsünk feliratkozni a YouTube csatornánkra.